veletek, aki érte az itt van, és vannak, akik mondták, hogy késve érkeznek, mert innen-onnan orvostól, meg minden. És hogy hát azt mondtam mindenkinek, hogy ez az utolsó rendezvény, amit rendezek itt a telken. Tudjátok, hogy ez a műfáz azért az életem része volt, nagyon nagy része, még olyanok is tudják, hogy akik nem sokan vettek részt ünnepélyeken, és Imi is benne volt mindenben, még akkor is, ha nem akarta. Kénytelen volt, mert azért sokszor mondta, hogy ugyan mit talált már ki megint, mert minden volt itt a baráti körrel, meg a baráti kör nélkül, és Imi szerényen a háttérben volt. Ugye, hát ezt be kell vallanom nektek, lehet, hogy nem sokan tudják közületek, de én ezer fokon égek mindig, hogyha valami van, mindegy, hogy itt volt, vagy a barlangban, ugye rengeteg koncertbarlang, esküvőkben mindenféle, meg március 15-e is. Nekünk talán önök mondom, hogy mi olyan március 15-ét csináltunk, hogy 10-kor kezdtük, 3-ig tartott a gyerekekkel az összes Petőfi emlékhelyen, és befejeztük 1300 méterre az Aggteleki barlangbejáratú Erikorban. Úgyhogy ilyeneket csináltunk, és ő mindig segített, egyben nagyon-nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy én is nagyon-nagyon izgultam minden egyes rendezvény előtt, és most is nagyon-nagyon izgultam, bevallom őszintén, úgyhogy ez elég nagy stressz. Emlékszem, mikor a tószínpadra fel kellett állni, mikor ott volt az a sok száz ember, és én mindig csak húztam az időt, Éles Miklós polgármester szaladgált utána, hogy mikor kezdünk. Tehát addig, míg nem kezdődik meg valami, addig borzasztó. Utána viszont nagyon-nagyon felemelő az egész. Most Rozikával eszembe jutott, mikor Szűcs Laci volt a Mikulás itt nekünk ebbe a terembe. Úgyhogy itt aerobikoztunk, itt volt karaté, minden volt ebben a műfázban sok-sok éven keresztül. És imádtuk. Az az igazság, hogy akkor nekem ugye otthonosabb volt, úgy a parkettával, meg mindennel, a régi, tehát sokat megért. Úgyhogy színdarabokat is volt, a három felvonásos vígjáték, amit kétszer rendeztem meg, a kísértett házhoz jön. Ugye a magyar változata is Becse Imre festette a díszleteket hozzá, mikor lepedőkből vártunk színfalakat, és akkor volt a Lordnak a szobája, meg volt a kísértett szobája, szállandóan engedtük le, ugye az alkoholturiból vettük Évával, az Inger varrógépen vártuk meg otthon. És akkor ugye ezt megcsináltuk 2007-ben, mikor kísérleteztem, hogy legyen gömörű napok, amit a baráti kör rendezett három napos, mikor Mátyás király meséi, meg ilyenek voltak. És akkor pedig Éva festette a díszleteket, azért raktam ki azokat a fényképeket. Úgyhogy ugye azt mindenhova írtam, hogy a természet szeretetére akarom nevelni az embereket, amit Ivi mondott, mikor együtt jártunk. Én nekem pedig mindig az volt, hogy igazság és szeretet. Tehát én mindenkit szerettem, úgyhogy mikor anyuka mesélte, hogy amikor a 2,5 évesen az ujjamat elvágta, Baldi az unokabátyám, és a vonatban mindenkinek kipakoltam a táskájából hozok, mert azt mindenkinek mondtam, idegeneknek is, hogy szeretlek. Az igazságért harcolni az nem könnyű feladat, ugye? Hát azért, hogy mindenki parkos régóta, mert ott is ezért harcoltam. Próbáltam aktereknek az életét színessé tenni, mindent kipróbáltam, még külön koncert is volt itt, nem csak simán bál. A Pece Imre a bálokat végig szenvedte, mert ő mindig azt mondta, itt volt reggelig velem, ugye, utána szedtük a csikket végig, hogy ugye itt cigiztek bent, még akkor lehetett, hogy felnegyújjon a műfát reggel. Ő soha nem táncolt, mert mindig azt mondta, hogy nincs ritmus érzéke, de értem, megtette ezt is. Úgyhogy mindent, köszönök neki így is. És író-olvasó találkozók, ugye azok is voltak itt, Bajor Nagy Ernő, meg Takács Tibor, ezekre Tecske Csaba, ugye velük bent a könyvtárban voltunk, hát még akkor nagyon szép volt a könyvtár, és meg imádtam ezt is, ugye Petőfi emlékkönyvtár. De már most elég régóta nem volt itt író-olvasó találkozó, vagy költőiest, vagy irodalmiest. És a sztorit azért elég sok voltaknak elmeséltem telefonban, hogy ki is az a rovas Adél, úgyhogy mondtam Nagy Kriszti, nekem Nagy Kriszti.
Úgyhogy azt a sztorit, amit meg is osztottál, amit most írtál, amivel engem is megvettél. Úgyhogy azt úgy elmondtam azoknak, akik nincsenek internet közelében, mert ugye sok ember nincs, és én mai napig azt tartom, ugye, hogy az élő szó, tehát az ember lelkéhez szólni, meg szeretni az ember. Úgyhogy a gép is segít, de sokkal közelebb tud hozni az élő szóba. Na, köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy akit utolsó pillanatban szóltam, boldogságyika, és itt van Székely Kinga, úgyhogy mindenki a körülben. Nagyon-nagyon köszönöm, átadom a szót. Szép jó estét, szép jó napot, nem is tudom, mit kell ilyenkor kívánni. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Adéllal együtt. És először volna egy technikai kérdésem. Ugye vegyes a korosztály, kicsit korosabbakig, hogy szabad-e tegeződnünk itt a műsor alatt, vagy könnyen kommunikálni. Nagyon szépen köszönöm. Ha valakit esetleg ezen megbántanánk, a végén akkor simán vissza tudunk magázódni. De akkor köszönöm, hogy tegeződhetünk. Sziasztok! És hát akkor... Halljuk Adélt. Én egy vers felolvasásával szeretném kezdeni, és elárulom, hogy ez nem az én versem. A címe az, hogy szívem, érzem, újraéled. Szívem, érzem, újraéled. Nem tévelgek, nem is félek. Tudom, bennem a lélek halhatatlan. Van az úgy, hogy a kikövezett út bennem fájdalmat gyújt. De mindig rá kell jönnöm, hogy ami mozgat, élet ösztön, s minden nevetés öröm. Nincsen rossz, és nincsen jó. Minden múlató. Csak a körforgás állandó. S ha még olykor keserédes, de bennem nyár van télen, nem létezik tétlen fájdalom kövület. Este, ha nem tudok aludni a csendben, érzem, minden elmegy egyszer. Régi csöndes emlék fejemben felvillan. Milyen is voltam gyermekkoromban, s látom magam akkor, abban a gyermeki hitben, csillogó szempárban. Akkor még nem hittem semmilyen akadályban. Úsztam, csak úsztam szemben az árral. Szívem, érzem, újraéled. Nem tévelgek, hiszen én sem tudom, hogyan élek át a túlsó partra. Ezért ügyelek minden pillanatra, mert érték a jelen minden kis szamat.